Gulyás József nemzetbiztonsági szakértő, mint ilyen hajdanában országgyűlési képviselőként a Nemzetbiztonsági Bizottság tagja. Most meg ne tagadjuk, együtt PMS politikus, tehát ne tegyünk úgy, hogyha nem lenne részese a politikának. Ezt azért mondtam, mert voltak éppen egy politikusról, egy MSZP-s politikus ügyéről beszélgetünk mi itt most Molnár Zsoltiról, aki azt mondja, nem volt skinhead, de előkerült a 92-es fotók, majd pedig egy 92-es híradó felvétel, amin kivehető az ő arca, és látszik a skandál mondjuk a Magyar Televízió előtt. És itt ütött nekem tegnap vele beszélgetve szöget a fejembe, hogy hát én a saját fényképeimet nem találom 1992-ből, lehet, hogy ez az én hanyagságom. De hogy másét nem találnám meg, nem tudnám, hogy hol keresem. Nem tudnám, hogy a Magyar Tévé archívumában hol található, mint egy 4 másodpercnyi felvétel, ahol az ő arca látszik. Az egészen biztos. Ki tudja ezt? Ez így van. Nyilván ez az ügy nem véletlen most került elő, hiszen volt egy szégyenletes fejlemény, nevezetesen, hogy az országgyűlés alelnöki tisztségébe egy közjogi méltósági szerepbe jelöltek egy olyan embert, aki nem egyszerűen jobbikos, hanem hát rasszista támadásban érintett, és emiatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt személy. Ami hát azt gondolom, hogy megakadályozandó lett volna. És hát ez egy kellemetlen ügy volt szerintem a kormánypártok számára is, de láthatólag nem kívánták megakadályozni, ugyanakkor úgy érezhették, vagy úgy gondolhatták, hogy egy másik ügyel el lehet talán terelni a figyelmet erre a történetről. Ez úgy működik, hogy ők két ember az asztalnál, hogy mit csináljunk, itt van ez a Schneider, meg kéne szavazni. Nincs ezeknek ott a bal oldalon egy jó skinhead-jük? Ez így működik? Ez majdnem így működik sajnos, tehát kommunikációs játszmák folynak, tervezett, felépített stratégiák mentén mennek előre a pártok, illetve készítenek elő kommunikációs ügyeket. Ez a történet nyilván nem... Kérdik tőlem valaki, hogy nincs a bal oldalon egy jó skinhead, és akkor én azt mondom, hogy nem tudom, de felhívom a nem tudom kicsodát ott a szolgálatnál, és megkérem, hogy kukázza már ki az archívumból, van-e. Igen. Szerintem ez az információ korábban már ott volt a Fidesznél, mindjárt rátérek, vagy nem, ehhez képest nem olyan sokkal korábban esetett be. Tehát ugye lehetett az is, hogy egy MSZP-n belül rivalizálás, vagy egy MSZP-n belül rivalizáson teljesen függetlenül korábban létezett ez az információ, hiszen Molnár Zsolt valóban a Nemzetbiztonsági Bizottságnak az elnöke volt már 2010 óta, tehát ő ilyen szempontból egy érzékeny, különösen érzékeny, fontos szereplő volt, átesett egy C-típusú vizsgálaton, és ahogy ő maga mondta, ő már erről évek óta tartott attól, hogy ez valamilyen módon előkerült. Ezt nem tudom, hogy 8 éven keresztül hordta magánál a fényképét, hogy bizonyítsa, hogy nem volt kopaszra nyírva a haja. Mindenesetre... Csak nem. Mindenesetre ez az információ korábban is előkerülhetett. Az, hogy most miért mostanra időzítették, talán arra válasz az, amit az előbb mondtam. És hogy hogyan kerül elő egy ilyen felvétel, vagy mennyire könnyű egy ilyet előkeresni, szerintem ennek nagyjából az lehetett az útja, hogy ahogy mostanában is, de a 90-es évek elején mindenképpen az volt a gyakorlat, hogy forgat mondjuk a köztelevízió valahol, egy olyan eseményen, ahol hát történik olyasmi is, ami érdekli a titkosszolgálatokat, tehát rendzavarás zajlik, vagy olyan tüntetés, ahol szélsőséges, radikális és a nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó szabályok szerint megfigyelés alá tartozó egy személyek is tüntetnek. Hát, ha valaki elvesztette a fonalat a történetben, hogy ez ugye az a történet, amikor Göncz Árpádot kifütyülik és nem mondja el a beszédét 92. október 22-én, tán 22-én, és utána átvonul a tömeg egy kisebb része a Magyar Televízió elé, ott hazugsággal vádolva a köztelevíziót és a köztelevízió vezetőjének lemondását követelve. És ebben a tömegben látszik itt is, és ott is Molnár Zsolt az utóbbi helyen a híradó felvételen skandálva. Akkor a Nemzetbiztonság tehát elkérte a híradó felvételt? Szerintem alapból megkapta, nem a híradó felvételét kapta meg, mert szerintem az, amit látunk, az nem a híradó tudósítása, hanem ott készült egy nyersanyag. Tehát a nyersanyagból bekerül a híradóba valami, és a nyersanyag egésze, amin jól láthatók még a tüntetők, illetve azok az elemek vagy szereplők, akik a nemzetbiztonsági szolgálatok érdeklődési körébe tartoznak, ők a nyersanyagot megkapják, ez kap egy jelzetet vagy egy iktató számot ez a
az anyag, és a forrást is megjelenik, hogy honnan van. És azon rajta van, hogy az szerintem nem. Tehát a magához, a cselekményhez, vagy ehhez a tüntetéshez kapcsolatban viszont készülhettek feljegyzések, vagy jelentések. Ezek a jelentések, feljegyzések viszont tartalmazzák azt, hogy milyen radikális csoportok és szereplők vannak ott. Ezzel azt mondja, hogy valószínűleg Molnár Zsoltot akkor ott azonosították. Nem feltétlenül. Vagy legalábbis volt egy feljegyzés, hogy itt vannak azok a skinheadek, akik itt is, ott is, és így is. Skinheadek, futballhuligánok, igen. Tehát hogy ez egy vegyes csoport. Na de akkor ez mégiscsak akkor a titkosszolgálati akta, dosszié, nem tudom micsoda. Én azt vélelmezem, hogy egy ilyen került a titkosszolgálatokhoz, azt viszont nem gondolom, és ebben nem egyenesen következik, hogy a titkosszolgálatok dobta ki a felvételt, vagy adta oda a Magyar Nemzetnek. Ennek lehet olyan úgy is, hogy valaki a BM-ből oda telefonál a Nemzet szerkesztőségébe, vagy a köztévébe, hogy fiúk, hát látom, érzékeny ez a téma, ott van egy sorszámunk, vagy egy jelzetszámunk, és a MTV-nek egy ilyen ilyen iktató számán van egy nyersanyag. Nézzétek tartunk. Meg, hogy hát ha... Tehát ez majdnem ugyanaz, ez nincs rendben. Ugyanúgy a titkosszolgálat szivárogtat, csak nem közvetlenül legfeljebb. Ez egy olyan játszma, amiben a titkosszolgálat egyébként nem vehet részt. Tehát én bízom benne, hogy nem ez történt, de hát azt nehéz feltételezni, hogy egyik óráról a másikra csak úgy kipörgi magát egy ilyen... Ugye Molnár Zsolt, annak a parlamenti bizottságnak az elnöke, amelyik hivatott lenne például ilyen kérdéseket most feltenni. Személyes érintettsége mellett feltehet ilyen kérdéseket a parlamentben? Feltehető, ugye most azt mondja, hogy C-típusú átvilágítást kezdeményez magára, visszamenőleg a gyerekkoráig. Azt csak jelzem, hogy időközben megváltozott a nemzetbiztonsági törvény, tehát olyan, hogy C-típusú átvilágítás ilyen nincsen, nemzetbiztonsági ellenőrzés van. És ez egyébként is automatikusan most beélesedik, hiszen ő most újra bizottsági elnök jelölt. Ilyenkor az országgyűlés elnöke kezdeményezi hivatalból az átvilágítást. Szerintem nem azt kell megnézni, hogy a C-típusúban most előkerül-e valami, mert ugye az egyébként fönn van a jogtárban, bárki megnézheti, hogy a C-típusú átvilágításhoz, illetve most már nemzetbiztonsági ellenőrzés, az milyen kérdések kapcsolódnak. Ott egy kérdésre kell válaszolni az érintettnek, hogy tartozott-e ilyen és ilyen csoporthoz. Tehát ez önbevallásos. Ez egy önbevallásos, amit összevetnek egy adatbázissal, de ez az adatbázis nem tartalmaz azért, tehát ez egy rutin ellenőrző, ezt nem feltétlenül dobja ki, hogy valaki bármikor látókörébe került-e a szolgálatoknak. Itt szerintem, amit meg kéne nézni, ha már vizsgálatot kezdeményez, és magát tisztázni akarja Molnár Zsolt, hogy ezzel az eseménnyel összefüggésben milyen jelentések készültek, és az ott megjelent csoportokkal összefüggésben az ő neve vagy személye fölmerül, tehát ez az, amit esetleg meg kéne nézni és vizsgálni. Köszönöm, hogy eljött és elmondta mindezt.